Szóval úgy van az, és ez biztos önök is saját tapasztalataik révén meg fogják erősíteni, hogy valamitől valahogyan az életben vannak örök vesztesek, és vannak örök nyerők. A következő hősöm eféle örök nyerő, noha életkora szerint még 14 éves sincs. Valamitől nekem Midász király legendája jutott az eszembe éppen róla. A legenda szerint ugyebár Midász még gyerek volt, amikor apró hangyarajok búzaszemeket cipeltek a király köré, és ebből a jövendőmondók azt jósolták, hogy a király világéletében gazdag lett. Hogy ez mennyire így lett, attól kezdve Midász bármihez nyúlt, arannyá vált a keze nyomán. Úgyhogy következik a mi kis magyar Midászunk legendája. Ötödikes korában még mondhatom azt, hogy a kedvenc tanítványaim közé tartozott, és fölfedeztem, hogy alkalmas arra, hogy bizonyos szerepeket eljátszon. Mindig készültünk valami műsorral, ilyen kulturális szemlékre, és hát őt is szereplőnek választottam. És mikor előadtuk a darabot, nagy sikerünk volt vele. Szóval találtam benne valami fantáziát. Eleinte a jobbak között volt. Aztán, ahogy telt múlt az idő, úgy egyre gyengébb és gyengébb lett. Nyolcadikra már a legrosszabbak között volt, ha nem a legrosszabb volt az osztályban. Az utolsó évben elég sok probléma volt vele, fegyelmezetlen volt. Ilyeneket megcsinált órán, hogy halom Dénát, az új Dénár volt ez már természetesen. Elővette, elkezdte számolgatni, mutogatta a gyerekeknek. Hozott magával pénzt, sokszor valutát is, az utóbbi időben hencegett is a pénzével, de ugyanakkor nagyon jó szívű volt, és bőkezően osztogatta, meghívta a barátait és a lányokat. Tehát ezért ő egy ilyen menő gyerek volt itt, akire lehet számítani, ilyen kóla, édesség. Hát a lányokat is szédítette ezzel, és rengeteg barátja volt emiatt. Itt az iskolánkban működik egy iskolabolt. Itt számtalanszor előfordult, hogy 5000-esekkel fizetett, és akkor ezzel kérkedett a gyerekeknek, hogy na, vissza tudtok adni az 5000 forintból. Mikor Törökországból hazajöttek, akkor aranyakkal jelent meg. Tele volt nyaklánccal. És akkor én mondtam neki, hogy ne járjál így az iskolába, Pista, nem jó, az a többi gyereknek se. Miért, tanár én, nekem nem volt eddig ilyen, és nekem olyan jó, hogy most van. És állandóan a gyerekeknek mesélte, hogy most éppen mit vett, mit adott el, mennyit keresett rajta. Horgászbotokat megvette a gyerekektől, akkor azt túladta jóval drágában, meg motorokat, számtalan motorról mesélt, hogy ő megvette és eladta 10-20 ezer 30 forintos haszonnal. 30 ezer forint. 30 ezer forintos haszonnal. De ilyeneket mesélt a gyerekeknek, meg nem csak a gyerekeknek, hanem ezt nekünk is elmesélte. Évvégén megbuktattuk, és ezért ismétel. Nagyon rossz hatással volt az osztályközösségre. Igazán úgy érzem, hogy teljesen kicsúszott a kezem közül. Nem tudtam hatni rá. Nem tudtam megváltoztatni a véleményét az anyagiakról, a pénzről, az üzletről. Ez mindig olyan főszerep volt nála. Megkérdezte, hogy tanárnőnek mennyi a fizetése. És akkor megmondtam neki, akkor egy várándítással, hát azt én egy nap alatt összeszedem. Érdemes ezért csinálni. Az, hogy ebben a mai világban egy ilyen értékrend van jelen, az egyrészt nem az én hibám, másrészt még nagyon kevés vagyok arra, hogy megváltoztassam. A véleményem lehet róla, de tenni ellene nem sokat tudok. Emlékszel arra, hogy mikor kezdett el igazán érdekelni a pénz meg az üzlet? Emlékszem, úgy 11 éves koromban, 10-11 éves koromban kezdett el érdekelni ez az egész, mert úgy volt, hogy még amikor talán másodikos lettem, akkor kezdtem, hát nem az üzletet, hanem fatram, tehát apám, az igazi apám, Veréb István, az adott nekem egy nyulat, nyúlketreccel, és akkor lefiadattam a nyulat. És akkor addigra elköltöztünk ebbe a tanyába, ide a sarokra, és akkor nyulakat el akartam adni a haveroknak, ilyen egy 50-es, azt rájöttem, hogy 2 kiló fölött vannak már nyulak, azt le lehet őket adni, leadtam, és akkor 2000 forintot kaptam. Azt rájöttem, hogy tényleg ez jól lenne nyulászkodni meg üzletőn, és akkor így indultam el. És azután még több nyúl lett, rengeteg nyúlam volt a végén már. Nagyon sok? Mennyi? Hát 110 körül, 120 nyúl. Nevezem. És ezt mind te láttad el egy darabig, mert azért el kellett látni valamit. Hát én láttam el mindig őket, én.
Mennyi volt a legtöbb pénz mondjuk, amit a nyúlból szereztél? Hát a nyúlból mindig ilyen leadó, tehát minden két hétben volt leadás, nem minden két hétben mentem, úgyhogy három havonta, és akkor 4-5 ezreket kaptam. Tehát végén, amikor már volt mondjuk 10-15 ezer forint, vagy valami, akkor már keveseltem. Szönni kérem malacot, hát abban nagyobb a pénz. És aztán vettem malacot. Abban nagyobb volt a pénz? Hát malacban nagyobb volt a pénz, abból vettem azt hiszem 3-at vagy 4-et először. Felhízlatom, és aztán egyből 20 ezeret kaptam, nem 10-15-öket évek alatt. De Pisti, hát vettél 3-4-et, mondod ilyenkor, te mentél el a piacra, nem tudom, hol árulják a malacot. Igen, hát disznópiacon. Igen. És akkor elment, hát anyunak mondta, hogy anyu venni kéne malacot, azok természetesen nem, névegyén, ne csinálj gondot, minden. Mindig ellenkezem, hogy de csinálom, mert ők semmit nem akartak szinte engedni. Csinálom, azt kimentem egyedül, egy az egybe kimentem egyedül azt. Mondtam, hogy nézte a malacokat, ezt mögvészem, mindazt elhozták házhoz, szépen beraktam őket helyre. Meg volt akkor láttak ott egy 11-12 éves forma kisfiút, aki ott nem tudom én hány ezer forintért malacot választ, komolyan vettek téged? Nem, senki komolyan, mindenki csak azt mondta, hogy mit akarok én, meg minden. Hát én meg mondtam, hogy tényleg venni akarok malacot. Most még maradt is pénzem, mert hát azért nem csináltam úgy, hogy 10 000-ből veszek 10 malacot, mert kajára is gondolni kell, és csak 4-et vettem, és akkor a többi mögödettem. A végén, amikor nagyobbak voltak, akkor anyuék adtak pénzt, és amikor leadtam, azt visszaadtam nekik. Azt a mennyi pénzt. Volt például a malacokon a hasznod, és mennyi idő alatt? Hát malacokon azt hiszem, hogy 4-5 hónap alatt híztak fel, és akkor 1000 forintért megvettem, 5-6 ezerért leadtam. És akkor mondtam, hogy 2000-et mögöttek, de hát nem csak darát kellett azoknak adni, szóval szövegettem nekik, gaszt, minden nevetettem őket. És akkor mindig te gondoztad igen. Őket? Tehát nem volt olyan, hogy egy idő után beleuntál aztán a családra testet? Sosem, nem volt ilyen, sosem, nem volt. Mikor volt erre időd? Hát iskola előtt ötettem, meg iskola után, amikor az jöttem. Reggel este kellett őket ötettem, délben nem. És akkor így csináltam a malacozást. Mi volt a következő üzlet? Malac után, akkor jött be ez a jogó, azt hiszem. Azután, de malac után, malac, hát ez a külföldre járás. Aha. Külföldre kezdtél. De nem azonnal, hanem hát volt a pénzem, akkor vettem, mit tudom, azt hogy motort, vagy motoroztam, majdnem egy évet, vagy kettő, nem tudom, úgy valahogy volt. És ilyenkor akkor például magadnak vetted ebből a haszonból a motort, ugye? Igen, természetesen. És vettem egy Simpsont, ez volt azt hiszem 12 éves koromban, és akkor 1-2 évig azt hajtottam, a 13 vagy 14 éves koromban kezdtem el jogozni, ez pontosan időpontot nem tudok mondani, és akkor rájöttem, hogy akkor azt a anyuék elkezdték csinálni, és akkor mit? Ezt a külföldre járást. Hogy pénz van belőle, mi mindazt. Én is úgy gondoltam, hogy eladom a motort. Ezt eladtam a motort, abból lett pénz, azt úgy indultam el külföldre járni. És ott mit csináltál? Hát itt vettem kolbászt, vagy vajkrémet, vagy amit bírtam, amit kint esznek, és akkor eleinte szinte úgy volt, hogy kivittük az ennivalót, vettünk márkát, szépen hazajöttünk kész. Így csináltuk. Aztán meg már inkább jött, hoztuk be mindig konyakot. Mert azon dupla mert azon még egyszer ugyanolyan haszon. Tehát az ennivalón is volt haszon, meg még a konyakon is volt haszon. Csak szükség volt például az ennivalóra? Ott igen, nem az, hogy szükség, mert van ott sok ennivaló, csak drága. Szóval aha. Mi magyar kajákat azokat mindig megvették. Megvettünk itt mondjuk egy 100 szalám, és akkor ott elettük. Milyen volt például egy rúd szalámin a haszon? Mit tudom, van ez a fokhagymás rúd például. Az itt 200 forint, ott 5-600 el lehetett adni, hogy magyar vízbe lehet számolva. Azon pedig már lehetett venni? Azon már lehetett venni konyakot, és azt már hozni be. Mennyi? Milyen mennyiségben? Hát mit? 600-100 dinárban 4 darab konyakot kb. 4-5 konyakot kb. És azt itthon már mennyire lehetett eladni? És az 5 üveg konyakot itthon mondjuk eladtuk 1500-e. És akkor 200-e megvettük a fokhagyban, és 1500-et belül. 1300-at lehetett csak egy igen, ilyen bolton keresni. Igen, igen. Ez nem mindig sikerült, meg hát a benzint is le kell számolni, meg azért télen fagyoskodnom, tácsorogni. Nagybátyámmal kimentem, vagy valamelyik haverra, mindig akinek volt jogsia. És akkor kimentünk, mert anyu adott egy kocsit. Az a fehér kocsit adta, és akkor úgy volt, hogy ide adta a kocsit, kimentünk vele, akivel haverommal, annak volt jogosítványa, kimentünk, ugyanúgy kivittük a kaját, behoztuk a piát, lett pénz, és akkor végén már annyi pénz volt, hogy kibírtam annak fizetni ezt a kocsit. Magyarul megvetted az édesanyjától az autót? Igen, igen. Mennyiért adta el neked? 130 ezer forint adta ide az 1500-es ladát. És hogy ítélted meg, volt benne némi családi kedvezmény? Hát végeredménye volt, mert hát annyi nem kaptam volna meg. Ez műszaki minden volt, ez jó kocsi volt. 13 évesen volt már egy 1300-as ladám? 14-edikben volt. 14-edikben még nem volt. Nem 1300-1500-ös ladám. Pláne. Egy szép kocsi. Uh-huh. És akkor megvettük, és aztán még maradt pénzem, még egy 20-30, és akkor elindultunk megint. Így. Soha nem kellett egyébként itthon a pénzzel elszámolnod?
itthon nem. És ezt is köszönhetem végre mi anyuéknak. Szóval nem olyan voltam, hogy mit tudom, elmentem valami üzletet mögcsem, vagy bármit eladtam, akkor nem mondta anyu, akkor kisfiam, ide a pénz, meg minden úgy, mint egyes családokban, hogy külök mindig adja oda az anyjának a pénzt. Nekem nem kellett odaadni sose. De te tudtad ezt használni megfelelően? Vagy jó célokra? Mindig tartottam a pénzt, és akkor bebírtam mindig jó fektetni. Sikerült. Vettem mindig valamit, és el is bírtam adni. De hát végül is te közben iskolába jártál? Vagy ezt csak a szünidőkben nem csináltad? Iskolai időben is csináltam. Azt meg hogyan? Hát iskola előtt is kimentem például, csináltam olyat is haverokkal. Szóltam az ürgének, hogy akkor meg lesz a, mit tudom én, ha fizetésed vagy, meg lesz a pénzed, amit milyen tovább. Milyen ürgének? Hát a haveromnak. Aki? Akivel kijártam. Aha. Akinek a jósítványa volt, mert a többi ja, az nem volt neked nem volt jósítvány. Nem menjek ki. Ezt ha jól értem, ez a haver volt a te sofőröd? Igen, ez a barátom, ez volt a sofőröm. És akkor megmondtam neki, hogy kijárnánk mondjuk röggel, korán, este, és akkor megegyeztünk, hogy mennyi pénzt kap. És mennyi akkor pénzt kapott a sofőr? 15 ezer forintot adtam neki havonta. De nem egész nap roboton, hanem röggel kimentünk mondjuk egyszer vagy kétszer, meg este egyszer, mikor vagy bírt. És jól értem, iskola, tehát a 8 órás iskola kezdés előtte már... Kimentem kétszer, 3 órakor főgedem. Nagy lábon éltél egyébként? Mert hogy volt pénzed, saját keresetű pénzed. Nem lehet mondani nagyon, mert mindenki azt mondta, hogy miért nem költünk magamra többet, vagy... Hogy, szóval nem szóltam annyira a pénzt. Nem szóltam. Mindig mondjuk vette egy motort, aztán eladtam, szóval abban mindig foglalkoztam, motorom mindig volt. De azt is ilyen nyerészkedési céllal? Tehát megvetted, kicsit használtad, eladtad többért, tehát hogy a hasznod meg legyen. Nem csak azért, nem. Én nagyon szeretek motorozni, mondom, én nagyon szeretek meg kocsikázni is. Szóval az nem csak az, hát voltam, amikor üzleté vettem meg, mert szóltak előbb, meg vagyok szorúval, vedd meg mondjuk 5 év, vagy 10 év, vagy valami. Hát akkor üzlet céljából megvettem, de motorokat általában mindig csak saját magam céljára. Új motort vettem voltam is. Szeretek motorozni. És akkor mire költöttél? Mi volt még fontos, amire elköltötted a pénzed egy bizonyos részét? Hát véleményezek a járművek a tankon is, meg saját, mindig magamnak vettem a ruhát. Szóval én nem voltam, szóval már kovárlanság szerintem, hogy még arra tartsak igényt, hogy anyu vegye nekem a ruhát még ez mellett. Mert véleményem mög is engedte, hogy csináljam, akkor nem igényültem, hogy ő vásároljon, azt vettem magamnak mindig ruhát, szóval arra is ment pénz. És adsz arra, hogy jó minőségű cuccaid legyen? Hát, mikor vagy két bőrzsekit vettem úgy tavaly lehet, amikor kimentünk Törökbe. Aztán, ja, már ott is jártam. Hát még sok helyen voltam, Törökországban voltam, meg Olaszban voltam, Jugóban is. Sok fele voltam, én már csak... Hasonló célra? Nem. Törökországban üzleti célra mentünk, hogy majd hozunk aranyat, meg bőr, de nem jó sikerült, mert télen mentünk ki, tehát a bőrkabátnak szezonja van. És akkor nagyon drága minden. Olyan volt, hogy 7500 forint volt egy normális, valódi bőrzsek, azt alkudni nem nagyon lehetett. Most meg nyári szezonban kimegy 2000-é kap bőrzsekit, 3000-é. Akkor miért nem nyáron mentél? Nem tudtuk. Ezt télen kimentünk, azt már mit csináljunk, akkor csak vegyünk valamit. Azt én is vettem két bőrzsekit. És az iskolában a tanárok, ők hogyan viszonyultak hozzád? Az egyik tanár az a Remény Fini, akit mondott, az olyan volt, hogy mondta, hogy Pista, én egész életemben nem fogok ennyit keresni, amelyet te csak így zsebből kidobálsz. Az mindig szidott, hogy ne hozzak ennyi pénzt. Ja, meg volt olyan, hogy aranyaklánc volt a nyakam, karkötő, azt Remény Fini tanár, az bekavart mindig vele, hogy ne nagyon vigyem, majd elvesztem, akkor meg sírva megyek oda, meg minden. Na, de hát te nem mentél volna sírva haza. Hát nem. Ha, megkeresed az pár nap alatt, hát, de mit, ha elvesztettem, akkor mi a tanárhoz megyek? Miért hoztam el akkor? Mindenbe belekötöttek. Olyan volt, hogy motorra jártam suliba, azt mondta, hogy ne járjak, mert nincs jogosítványom. Amikor volt jogsim, akkor meg azért ne járjak, mert van, meg mindig bekavartak valamivel, szóval ez is... Úgy gondolod, hogy kicsit vagy talán nagyon is irigyeltek? Ez biztos, ez 100%. Ez mindenki, a legtöbb tanára irigyelt. Szóval már nem is nagyon akartak rám nézni, minden az egész falu irigyel szerintem. Mert? Hát tudják azok már, hogy melyik 14 éves gyereknek van például kocsija, melyiknek van motorja, még motorja sincs legtöbbnek. Neked, ha jól tudom, ha precízek az információim, volt, amikor egyszerre 5 autód is volt, tényleg? Igen, ez 100%, ezt tudom, eltanulni is van sok. 5 autóval mit kezdtél? 5-be egyszerre nem utazhatnám, miért kellett 5? Hát például az üzlet céljából vettem meg a 3-at, mert azok ilyen Trabant volt, Lada, és akkor megvettem, mit tudom, egy 15 év alattam, 25 év, vagy valami, azt ilyenre vettem, 2 az normális kocsi volt. Furcsa fiú vagy, te tudod-e? Nem tudom. Na, tudod-e? Nem ilyen. A kortársaid azért nem ilyenek. Hát tudom, mert... De lehet, hogy odaadna bármelyik kortársamnak 50 ezer forintot a kezébe, hogy indulj el, lehet, hogy már 2 hét múlva nem lenne belőle semmi. Szóval lehet, hogy el lesz születni, vagy nem tudom. Úgy gondolod, hogy te erre születtél? Szerintem igen.
Hát nem, mondom, rengeteg kölyöket ismerek, akik, mit tudom én, húsvétkó vagy karácsonyira így összejött 20 ezer forintja, az ment mindig költött el, meg vett hülyeséget rajtam, minden. Szerintem meg csak elbírtam indulni. Hány kölyöknek mondta, hogy nyulászkodjál, vagy csináljál pénzügy valamit? Azt nem. Szóval. Tehát, hogyha jól követem a szavaidat, ezt jónak, illetve pozitív dolognak tartod, szerintem, amit te csinálsz. Igen. Igen. Még mindig jobb, mint hogy pénzt eldaldajozzam, vagy eljátszom valahol. Mi a táblati célod? Hú, tovább tanulni nem akarok. Szerintem fölösleges. Ráadásul most meg is buktál, ugye? Igen. És manapság? Mivel foglalkozom? Mert feltételezni sem merem, hogy karbatett kézzel ülsz és jársz iskolába. Nem. Hát a pénzből, amit összejött, az befektettem bikákba, szarvas marhákba, és akkor most bikákat tartok. Mennyi pénzt fektettél a bikákba? 250 ezer forintot összesen. 250 ezer forintot? Vettél néhány bikát, és most? Nem, 250 ezer forintért vettem 11 darab bikát, 11-et, és a többi, ami maradt, mert 11 bika az mondjuk 130 ezer forint, vagy valamennyi, többén vettem takarmányt. És akkor szalmát, meg ami van, here, minden, meg 2000 valahány száz bála, az nem kis pénz. Suli előtt fölkelek, 6 óra, 5 óra, és akkor gyorsan adok neki önni darát, vizet, mindent elintézek. És akkor este, mondjuk hazajövök a suliból, elmegyük mondjuk motorozni, vagy focizni, vagy mindegy, és akkor úgy 5 óra körül hazajövök, mindig egy óra hossza, kb. Rájuk, fél óra, egy óra. Nagyon sietek fél órát el lehet intézni. De úgy egy jó rossz jön rá, akkor intézem őket. Amikor darát adni kell menni, akkor bele kell nyúlni a zsebbe rendesen, azt annyi darát adni. 10 zsák a 20. Sokba kerülnek a bikák, hát ugye? Sokba, mert 5-10 ezer forint a táp nekik. Egy pár hónapra, 2-3 hónapra, mert azt kell nekik mindenféleképpen. Amúgy most adok le egy pár darabot. Ezt akarom kérdezni, hogy ha leadod, akkor egyen körülbelül mennyi a hasznod, ha úgy nagyjából összeadod? Hát na, mindenki, most mindenki azt mondja, hogy a bikában nincs üzlet, de én látok benne üzletet. Mert nekem olcsóban kijött a takarmány, tehát nekem nem úgy jött ki, mint egyesek csinálják, mert most apám meg is volt bikája. Az úgy csinálta, hogy nyáron heverészet nyugodtan, ó, vannak bikáim, minden, feküdt az télen, meg opp, elfogyott a takarmány, venni kéne. Elment, vött rengeteg pénz, mert télen mindenki többé adja, mert hunnan nem bír kimenni kaszálni. Azt ez minuszolt neki. Én meg szépen nyáron elmentem, gépeknek szólt, vagy traktorosoknak szóltam, maga kaszáljon, ez bálázzon, szépen hordjuk befele, az kész, beraktároztam rengeteg takarmányt. Hát lesz rajta haszon, mert nekem 40 forint vagy 20 forintban van egy bála, mások meg 150, meg 100-ba. Tehát mondjuk 15-20 ezerben van nekem egy bika, azt kapok érte 35-öt. De jó, az nekem az is jó rajta. Azt különben meg tudod mondani, hogy ha mondjuk az összhasznodat nézzük, akkor mennyi volt az a legnagyobb pénz, amivel rendelkeztél? Az teljes üzleti tevékenységed, mióta üzlete? Pénz, ami egybe volt, maximum 600 ezer forint. 600 ezer körül. De ebben minden benne van. Számítógép, hifi torony, kocsi, bikák, minden. Ja, ilyen is van neked? Hát számítógépet minden, is vettél? Hifi tornyot? Videót is akarok venni. Ezt mind a magad keresettél. Mind a magam. És így értek együtt van 600 ezer forint kerül. De ebben minden benne van, mondom. És mi lesz veled? Mik a céljaid? Nem sokára már felnősz, hát itt már egy kész fiatalember ülök szemközt. Meg véleményen én sem tudom. Én csak csinálom, de hogy minek, azt tényleg én sem tudom. Csak így, hogy elindultam, így most tetszik, és akkor csinálom. Meg véleményen én sem nagyon tudom, hogy mi leszok belőlem. Én mondom, mindenkinek azt mondta, hogy a legelső tervem, hogy veszek egy motort, egy nagyon jó motort. Hát az már meg volt. Mikor? Ja, hogy most egy nagyon jó? Egy nagyon jó motort veszek. Bocsánat. Egy olyan 1600 köpcenti körül ilyen Kawasaki vagy Suzuki vagy valami nagyon jó motort veszek. Ez több százezer forint, ezt hanem tudom, millió. Ez itt 680 ezer forint itt, egy watta új, de kint. Lehet, hogy megkapom 350-é, 400-é. Tehát már megbírnám venni, de ha most megveszem, aztán nem marad induló tőkém bikákra. Tehát még egy táncsportot mondjuk végigviszök, akkor mondjuk majdnem lesz már egy millió, vagy mit tudom én, amennyi lesz, és akkor veszek egy bikát, és ami marad, az befektetem megint. Azt mondd meg nekem, hogy mit gondolsz arról, ha ugyan van elképzelésed, hogy most téged láttak néhányan a televízió képernyőjén, hogy milyen benyomások alakult ki az embereknek? Mit gondolsz te erről, miután végighallgattak téged? Szerintem pár embernek tetszeni fogok, vagyis jó. Benyomás kérlek, párnak nem. Szóval ez így gondolom. Ilyen pletyka van itt a faluban, szóval ezért nagyon rossz ez a falu, ezt utálom, ez ennyiből. Itt mindenki rendőrségre jár, itt, szóval itt bármi történik, itt mindenütt tud, a rendőrség minden tud.
És akkor... Mindenért vagy a hibás? Igen, mindenki azt hiszik, hogy mit tudom, betörés történik, jönnek, vagy bármi történik, azt én semmi közöm hozzá. Suliban is így volt, petárda, hogy biciklilopást gyűjtek hozzám, de semmi közöm nem volt hozzá. Tisztán szóval... csak azért, mert te más vagy, mint a többi. Igen, és akkor azért jöttek hozzám, biztos én csináltam. Egyúttal azt is mondod, hogy te egy ilyen kikezdhetetlenül jó gyerek vagy? Nem, én nem azt mondom. Én mondtam, hogy nem jó gyerek vagyok, hanem, de nem is vagyok annyira rossz, hogy mondják. Mondjuk olyan közepes. Hiányzik valami az életedben? Végeredményben igen. Szóval nekem azt hiányzana, hogy ne így viselkedjenek velem az egész falu. Szóval úgy nyilatkoznak róla, mint ha én lennék az a nagy betörő, meg minden. Szóval ezt az egyet utálom. Hogy ezt megszüntetnék egyszer, annak örülnék. Hát, ha megnézik a filmet, akkor... megváltozik a véleményük. Fogják mondani, nem is olyan rossz gyerek ez a cisti fiú. Mondjuk lehetne. Annak örülnék például. Tényleg nagyon nagy a küzdelmünk, és ugyanakkor vannak emberek, most függetlenül a Pistától, vannak emberek, akik nagyon könnyen hozzájutnak ezekhez az anyagi eszközökhöz. És nekünk meg sok hasonló embernek elég sokat kell ezért küzdködni. Azt kiderült, hogy ő ezt mennyire könnyen szerezte például az ön számára? Tudtam, hogy ez el is mondta, nem titkolta soha senki előtt. És ön úgy ítélte meg, hogy könnyen szerzél pénzt? Én igen. Milyen ember lesz Pistiből, mit gondol? Amennyiben ebből nem lesz rendőrségi ügy, elképzelhető, hogy jól fog élni, és fog szeretni embereket, lesznek barátai, lehet, hogy csak a pénzért. Nem hiszem, hogy sokra fogja vinni. Úgy gondolja? Lehet, hogy anyagilag rendezett élete lesz, de nem tudom, hogy boldog ember lesz. Vesenek megérte, de én valahogy egészen másképpen gondolkodom Pistiről, mint az utoljára megszólaltatott tanárnője. Én bizony tennék erre a fiúra, nem is keveset. Valamit még a látottakhoz, nem voltam egészen biztos abban, hogy miután ez a fiatalember feltárta az összes titkát, nem válik-e kiszolgáltatottá attól, hogy itt most a televízióban megmutattuk őt, noha amikor elkövette, amit elkövetett, nem volt még 14 éves, és 14 éves kor alatti életkor kizárja a büntethetőséget. Ennek ellenére egy nagy tekintélyű büntetőjogászt kértem meg, hogy előzetesen nézze meg a filmet, és nyugtasson meg. No hát megnyugtatott, így került adásba Pista története, amely persze nem csak róla szólt. Ezzel véget ért a mai vetítés. Viszontlátásra, jó éjszakát!